A műsor Budapestről jelentkezik. Itt van Friderikus Sándor. Gattyán György a harmadik leggazdagabb magyar a vendégem, akit egy évvel ezelőtt még úgy jegyeztek, mint az ötödik leggazdagabbat. Becslések szerint egy év alatt 30 milliárddal gyarapodott a vagyona forintban. Ő az, akit a sajtóban némi csúsztatással pornómilliárdosnak neveznek, olyas valakinek tehát, aki a vagyonát a pornóiparban szerezte, a képzett társításokat pedig az olvasókra bízzák. Ebből az igaz, hogy üzleti sikereit erotikus honlapnak, illetve honlapoknak köszönheti, erre alapozta és alapozza ma is, de az is ő, aki egy kicsit, vagy talán nagyon kilóg a magyar üzleti élet sikerembereinek a sorából, azokéból legalábbis, akik vagy az állampénzén gazdagodtak meg, vagy politikai kegyencként, esetleg simán csak bűnös titkokat rejtegetnek a vagyonukat illetően. Nem pályáz és nem pályázott ilyen-olyan támogatásokra és hitelekre, nem lézeng politikusok előszobájában, szóval ő az az ember, aki a saját erejéből lett az, aki lett. És az is ő, aki felépítette az ország első páratlan igényességgel létrehozott luxusáruházát az Andrássy úton, amit a napokban adtak át. Gattyán György van itt. Bánja vagy sem, de mégiscsak muszáj túlesünk ezen a pornókirály kategórián. Ez önt zavarja? Régebben zavart. Ma már azt gondolom, hogy része az életemnek, és nem is szeretnék ezen változtatni. Ha ezt adta az újságírás, akkor most már el is fogadom. De azért tesz ellene, tehát megpróbálta valamiképpen ezt lemosni magáról, függetlenül attól, hogy ahogy olvasom, ön a számítástechnikához mondjuk alap, vagy legfeljebb középfokon ért, de mindaz a találmány, ami aztán erre épült, ahhoz önnek sok köze technikailag, vagy szakmája tekintve nincs, ugye? Azt én büszkén viselem azt a címet, hogy abszolút nem értek a számítástechnikához. Ha értenék hozzá, akkor rengeteg problémánál elakadnék. Úgyhogy én azóta is kihagyom a komputer tanulási leckéket, mert fontosabb, hogy az ember külső szemmel lássa a problémákat. Azt azért le tudná írni, hogy miben áll ennek az üzleti sikernek a lényege? Tehát mit adott olyat az ön honlapja a világnak, amit mások nem, vagy nem ilyen fokon tudtak? Nem hiszem, hogy ezek technikai újítások. Összességében az egész rendszer az, hogy adunk lehetőséget a modelleknek egy regisztrációra, hogy tudjuk őket kifizetni, hogy tudjuk ezt az egész rendszert bemutatni és üzemeltetni. Ennek a komplexitásában van egy kis titok, vagy maga a know-how. Egyes elemeit nagyon sokan lemásolták. Ezt világszerte ön vagy önök találták ki először? Nem. A világon már előttünk működtek ilyen weboldalak. Amikor mi elkezdtük, akkor még nem is volt igazából folyamatos videószolgáltatás. Képeket lehetett látni, amit elég sűrűn adtak, akkor olyan volt, mintha film lenne. Mi ezt elkezdtük tanulmányozni, elkezdtük nézni, hogy működik, kitaláltuk, hogy szerintünk hogy lehetne jobban csinálni, és akkor ez összejött. Én azt olvastam, hogy az ön honlap együttese a világ 50 leglátogatottabb internetes oldalainak egyike, az értéke pedig 45 millió dollár, máshol meg azt, hogy 400-500 millió dollárt ér. Most akkor mennyit ér? Csak spekulációk vannak, vagy önnek van erről elképzelése? Hát nyilván ezek spekulációk, az egy nagyon elcsépelt mondat, hogy minden annyit ér, amennyit adnak érte. 40-nél azért nyilván jóval többet ér ez, tehát hogyha az éves forgalmunkat nézzük, és nyilván most készülünk ugye Amerika irányába. Tőzsdére. Igen, tehát hogyha ezt ott beárazzák, akkor azért ez jóval 400-500 millió dollár fölött van ennek az naponta ára. 500 ezer kötőjel 1 millió dollár, azt hiszem nem a forgalom, hanem a profit. Ja, hát a profit az lenne, az nagyon jó lenne. Nem? A forgalom. A forgalom? Forgalom, igen. Az is szép tulajdonképpen. Én azt gondolom, igen. Hogy... És vételi ajánlatot erre még senkitől nem kapott? De kapott maga a cég, csak mire megjött a vételi ajánlat, addigra többet ért. Ja, és akkor a vevő nem akarta fölemelni az árat? Nem. És eladta volna egyébként? Nyilván nagyon a szívemhez nőtt, hiszen az életem része, a gondolataim része maga a Live Jászmin és az ehhez kapcsolódó oldalak. Soha nem mondanám azt, hogy nem adnám el. Uh-huh. Mindig kell, ha van egy olyan periódus az életemben, hogy van más ötletem, akkor el tudnám adni. Ha éppen nincs más erős ötletem, akkor nem. Milyen családból jön ön? Egyáltalán, ahogy én végigolvastam az ön életrajzát, hát meglehetősen, hogy úgy mondjam, átlagos magyar család az önöké, sőt, annyi minden volt, itt összeírtam, hogy mi minden foglalkozása volt, hát tényleg biztosítási ügynök, hangmérnök a televízióban, ingatlan értékbecslő, autókereskedő. Hogy következik ebből aztán az, hogy ön lesz Magyarország harmadik leggazdagabb embere? Hány év alatt? 6-8 év alatt? Igen, 6-8 év.
Hát azt gondolom, hogy pont, hogy ebből következik, hogy én igyekeztem nem eldönteni, hogy ki vagy mi akarok lenni, hanem engedtem azt, hogy ha változnak körülöttem a körülmények, akkor én is felszívjam magam ezekhez a változásokhoz. Én nagyon sokat tanultam a biztosítási szakmában, én azt gondolom, hogy ha valaki bármit a világon el szeretne adni, menjen el biztosítási ügynöknek egy pár évig, és ott abban nagyon sok mindent lehet tanulni. A Magyar Televízióban is ugye tanultam, hogy mi miért érdekes, mit hogy kell bemutatni. Hangmérnökségig vitte? Igen? Hát ugye azért a Magyar Televízióban, amikor én kezdtem, akkor elég hamar el lehetett végezni ugye egy fél év, egy éves ilyen belső tanfolyamot, és ott a reggeli műsorokban azt élveztem, mert reggel 6-kor kezdtünk, tehát 4-kor keltem. A reggeli műsorokat csinálta? Melyeket? Igen, a Napkeltét. A Napkeltét is csinálta? Napkeltét. Panorámát, ugye azok már nem élő műsorok, Telesportot élőbe. Volt olyan, hogy az első három szót nem lehetett hallani, az én voltam. Sok hangmérnök küzd ezzel nem tűnt volna ki. És aztán innen elpártol. Egyébként azt hadd kérdezzem meg közvetően, szülei mivel foglalkoznak? Vagy foglalkoznak? Édesapám építőipari vállalkozó volt, kőműves az alap szakmája, anyu pedig vele segített, neki segített a szervezésben, számlák ügyintézésében. A kőművességben vagy annak a vállalkozásnak ön is része volt, igen, ugye? Igen, igen. Ott mit csinált? Hát először fogtam a lapátot és lapátoltam, majd még amikor nagyapám is élt, akkor mondta, hogy nem úgy kell. A kalapácsot nem illik megfojtani, tehát az alapoknál kezdtem. Majd aztán egészen fölvittem, hogy kisfőnök lehettem, tehát az már azért valami. Az mit jelentett? Mit csinált kisfőnök? Az, hogy a többi munkás úgy hívott, hogy kisfőnök ennyi, de ugyanúgy lapátoltam velük. Az autókereskedésről azt hallottam, illetve olvastam is, hogy ráállt a Skodákra, és egy időben csak ezzel a típussal foglalkozott. Miért? A testvérem Gattyán Zoltán dolgozott egy munkahelyen, ahol a tulajdonosnak eladták a Skodáját, és olyan sokan jelentkeztek rá, hogy maga a cég, egy ilyen oktatási cég volt, átállt Skoda kereskedésre, de kicsiben csinálták. És olyan lelkesen jött haza mindig a testvérem, hogy mondta, hogy próbáljuk ki mi is. És elkezdtünk vidéken hirdetni, fölvásároltuk vidékről az autókat, kicsit rendbe hoztuk őket, és Budapesten eladtuk. Ezen már lehetett jót keresni? Itt volt az első tulajdonképpen jelentősebb keresete? Én azt gondolom, hogy igen, ha mondjuk havi 1 millió forintot akkoriban meg lehetett keresni, nyilván ez elment nagyon sok mindenre. Milyen évet írunk, mindenre. Amikor ez történt durván? Hát 95-67. Az, hát a családnak, ugye itt azért belett vonva mindenki. Ja, hogy a családnak volt ennyi. Tehát, az összjövedelme. Hogy ha kellett, akkor édesapámmal mentünk autóért, ha kellett az öcsémmel. Melyik volt az az ugrás, amikortól kezdve úgy számítja a saját életét, hogy létrehozta azt az alapvállalkozást, amire az összes többi aztán épül? 2000-ben kezdtünk hallani erről a dologról, és 2004-5 volt az, hogy már valamit létre is tudtunk hozni, tehát jó pár év kellett ahhoz, hogy egyáltalán életre tudjuk kelteni. De ez az ön fejéből pattant ki, mert mint mondja, a számítástechnika az ilyen fokon nem ért, vagy pedig hozta valaki az ötletet, és azt fejlesztette önmaga, meg az ön csapata tovább? Egy női magazinban olvastam egy cikket, hogy Amerikában valaki vette egy házat, és egy Big Brother-szerű műsort csinált, de nem a tévének, hanem az internetre. És akkor nekem nagyon megtetszett ez az ötlet, hogy hát az interneten van, 24 órán keresztül működik, fiatalokról szól a műsor, és eldöntöttem, hogy én csinálok egy ilyet. Ugyanúgy az internetre csinál egy ilyen Big Brother-szerűséget. Aztán ugye elakadtam, hogy nem beszélek annyira jól angolul, nem értek az internethez, fogalmam sincs egy komputer, hogy működik, tehát eltelt egy pár év, mire magam tehát gyakorlatilag semmi gyűjtöttem. Ez nem értett. Ebből pusztán a szándék, vagy hogy kell ezt jól mondani? Szóval a tempó volt meg, hogy maga ezt mindenáron meg akarja csinálni, a sung. Én azt gondolom, hogy ez nagyon sokszor hasznos. Tehát sokkal hasznosabb, hogyha az ember nem ért a részletekhez, mert nem tud elveszni benne. Ha van egy vízió, hogy hova akarok eljutni, és elég erőt tudok összeszedni magamban, hogy bevonzzam ezekhez a megfelelő szakembereket, akkor ezt végig lehet vinni. A szakemberek megtalálják a problémákat, én meg segítek nekik, hogy átlendüljön. Na igen, de hogy szakembereket az ember egy vállalkozás mellé állítson, ahhoz pénzre van szükség, tehát őket fizetni kell, ehhez valamiféle alaptőkét kellett szereznie. Hát valamennyi ugye volt az autókereskedésből, akkor ment legjobban az autókereskedésünk, mert ha eladtak egy autót, akkor annak a pénzéből én elmentem és vettem szervereket, meg számítógépeket. Ugye megint el kellett adni az autókat, hogy haladjon az üzlet, úgyhogy akkor nagyon jól működtünk. De utána bevontam a család segítségét, kölcsönöket kértünk, tehát főleg a családból. Mikor van az a pillanat, amikor egy nagyot ugrik a dolog, amikor visszaigazolja az élet önt, hogy ez ebben több van, mint pusztán egy egyszerű kis vagy középvállalkozásban? Egy nagyon fontos részt átléptünk, hogy egyáltalán én hogy erősödtem meg ahhoz, hogy sokkal nagyobb léptékben tudjak gondolkozni. Ehhez ugye van egy személyiségfejlesztő tréning, amit én a barátommal együtt végeztem, végzek a mai napig.
Ez a bizonyos EOS? EOS vagy EOS? Igen, segítségével. Expert Operator System, EOS. Elkezdte magát építeni ennek segítségével? Igen, Lengyel Sándor a barátom kezdett el ezzel foglalkozni, utána együtt csináltuk, utána nem volt mindennapra megfelelő ügyfélmennyiség, ezért, ha nem volt más alapon, magunkat tréningeztük. Mi ennek a lényege? A lényege az, hogy ha változik körülöttünk a világ, akkor milyen tempóval tudunk körülötte változni. Ettől nyilván sokkal bonyolultabb ez az egész dolog, de igen, nagyon... Igen, elsőre olyan közhelyízű. Világos, ezt nagyon sokan mondják, hogy persze ő változik, de igazság szerint nagyon nehezen változnak az emberek. Akkor mondja a saját példáját, hogy megértsük rajta, hogy milyen volt előtte, és ennek segítségével, vagy ennek közbeiktatásával milyenné vált? Más lett a viszonyom az anyagi dolgokhoz, konkrétan, mint matéria, tehát mint hogy az asztal, de konkrétan a pénzhez is, mert nagyon dolgoztam azon, hogy ne függjek attól, hogy nincs pénzem. Ugye, ha nincs pénzem, akkor az emberek azt mondják, hogy nem tudok elérni semmilyen sikert az életben, ha lenne pénzem, elérnék. Ezt én már tudtam, hogy nem igaz, hiszen volt egy pár millió forintom, és hiába volt pár millió forintom, ettől függetlenül nem tudtam tovább lépni. Tehát ezt meg kellett változtatni magamban, ez például egy nagyon erős momentum. De hogy segít ebben ez a bizonyos tréning? Tehát mi az a eszme, mi az a filozófia, amit beletáplál úgy az emberbe, hogy elhiheti, hogy üres zsebbel is juthat egyről a kettőre? Nehezet kérdezek, de muszáj, hogy megértsem, vagy megértsem, mert ez azt mondja, hogy egy kulcsfontosságú momentum volt az életében. Így van. Nagyon kulcsfontosságú momentum. Én azt gondolom, hogy minden embernek föl kell ismernie, hogy ő maga több részből áll. Ugye van teste, ez elég egyértelmű. Van szellemisége, ez is elég egyértelmű. Általában ezeket edzik az emberek. A lelki dolgaikat nem edzik az emberek. Ez a tréning komplexitásában a lélekkel együtt edzi az egész embert. És bármilyen nehézség vagy probléma van az életben, nagyon fontos, hogy megfelelő lelki erővel rendelkezzünk. Ez a tréning helyzet... Akkor is, ha sikertelenség éri, akkor is az eredmények nem igazolják vissza a belefektetett energiát? Én azt gondolom, hogy sikertelenség nincsen. Tanulmánymunka van, ezt sok programozom nem szerette hallgatni. Megcsináltunk egy fejlesztést, és utána azt mondtam, hogy ennek most így vége. És mondták, hogy de miért? Hát akkor ez egy sikertelen irány volt. Nem, nem igaz. Rengeteget tanultunk belőle. Tehát én ezeket tanulmánymunkának hívom, ezeket a mások által sikertelenségnek nevezett helyzeteket. És ezzel a tréninggel ezeken felül lehet emelkedni, túl lehet lépni. A tréning egyébként gyakorlatilag miből áll, azon kívül, hogy az ember elhatározza, hogy ezt a szemléletet fogja innentől kezdve vallani, vagy ennek szellemében él, de mi a tréningnek a fizikai része, ha van? Hát különböző gyakorlatok vannak. Most nem szeretném összehasonlítani egyéb más ilyen típusú tréningekkel. Rengeteg van Magyarországon, mindenkinek van speciális valamilyen gyakorlata, valamilyen helyzete, ahol megtapasztal különböző... De ennek van tudományos alapja is? Igen, ez egy Oroszországból származó rendszer, ahol jó pár évvel, talán évtizeddel ezelőtt az Orosz Tudományos Akadémiában kezdték ezt el kifejleszteni, majd kivált onnan ez. Olyannyira, hogy tudományos alapjai vannak a Tudományos Akadémia fölpecsételésében? Azt nem. Tehát az egyik tudós saját magának vitte tovább ezt a... És ön annyit változott ennek segítségével, hogy a saját jó édesanyja sem ismert magára, már ami a személyiségét illeti? Ezt megoldottam olyan egyszerűen, hogy a saját édesanyám is jár velem tréningre. Hát így könnyű. De alapvetően, tehát sokat változtatott magán? Igen. És meg lehet nézni a régi videóimat, ahogy reagáltam rá, vagy ahogy kinéztem, hogy hát nem az, hogy próbálok lépést tartani a világgal, hanem próbálok egy kicsit a világ előtt járni, ehhez pedig nagyon gyorsan kell tudni változni. Maga ezzel magyarázza, hogy sikeres lett? Része. Mi a másik része? Azt gondolom, az eddigi életutam, tehát nagyon fontos például a biztosítási szakma. Tehát mindaz, amit kipróbált korábban. Igen, én azt gondolom, hogy ha valaki elmegy egy munkahelyre, és 10 évig dolgozik ugyanabban a pozícióban, ez lehet, hogy egy remek dolog, de hogyha 2-3 évenként tud más munkahelyeken, teljesen más pozíciókban dolgozni, akkor szerintem a személyisége komplexebb lesz. Na most ez a nagy ívű, nagy arányú fejlődés, leginkább anyagilag, ez egyúttal azt is jelenti, hogy minden önkörül megváltozott? Teljesen egyértelműen, igen. Minden megváltozott. De melyik volt előbb? Mindez a változás a pénznek volt köszönhető, vagy hogy önből egy olyan más ember lett, hogy ennek folytán teljesen természetes volt, hogy ilyen nagy mértékben fog pénzt is tudni termelni? El kell dönteni szerintem mindenkinek, hogy akar-e változni. Én eldöntöttem.
Az első ilyen változás volt, hogy nem fogok kicsinyeskedni, most nagyon talán bután hangzik, de megveszem a buszjegyet, és nem lógok a buszon. Tehát, hogy a fiataloknál járnak ide, amoda lógnak a buszon. Én megvettem a buszjegyet, mert befektettem akkor azt a nem tudom, mondjuk 100 forintot az életembe, és én az volt az én nagyon egyszerű elméletem, hogy az a 100 forint az vissza fog jönni. De mivel körbe megy az élet rendszerébe, hiszen én kifizettem, akkor az már nem 100 forintként jön vissza, hanem 1000 forintként, mondjuk egy elég jó szorzóval. Ez így jó szorzó, de hát azért az emberek többsége ezt hiába elhatározza. Valószínűleg nem ezt a szorzót, de ennek a töredékét sem tudja magáinak mondani. Én azt gondolom, hogy ha ezt fejben és lélekben elhatározza, ez működik, mindenkinek működnie kell. Tényleg? Összesen elhatározni kell annyi az egész? Ezzel kezdődik. Mivel folytatódik? Tenni kell érte. Tehát mindenkinek a maga szintjén bele kell fektetni a lelki, pénzügyi munka energiáját abba, hogy haladjanak a dolgok. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor ezt elsporoljuk, ellustálkodjuk, vagy ellopjuk. Ezt az iparágat, a szexipart vagy a pornóipart azért nézte ki magának, mert ott a megtérülés vagy a jövedelmezőség a legnagyobb arányú? Ez nem igaz így. Tehát nincs benne sokkal nagyobb biznisz, mint az autókereskedésben a befektetett összeghez képest. Ez egy teljesen normál üzletmenetben van. Én azt gondolom, ha csészét árulnék, és ezt az interneten csinálnám, ugyanezt el tudnám érni. Az egyik gazdasági lap, amikor önről írt, hát nem sok írást találtam, mert őszintén szólva ön valamiért távol tartotta magát a sajtótól. Milyenek a magyarázata? Aztán majd folytatom a kérdéssel. Valaki egyszer jól megfogalmazta egy blogban, hogy mindegy, mit mondok, nagy valószínűséggel úgy is a szexhez jutunk előbb-utóbb, és ezért Gatyán úr inkább nem mond semmit. Tehát valahogy ezt próbáltuk követni. Itt nem nem akarta sokszorozni ezt a pornó milliárdos jelzőszerkezetet? Nincsen ezzel baj. Tehát nem ezzel van a baj, hanem az, hogy mindent ezzel akarunk eltakarni. Uh-huh. Azt nem nézik meg, hogy milyen szép zöld a fű az irodaházunkban. Hát illetve, hogy azért ez a cégcsoport több tucat céggel rendelkezik, és ebből azt hiszem talán csak az egyharmada ennek az iparágnak a kiszolgálója. Igen. Mivel foglalkoznak még? Ugye most építkezéssel elég nagy ütemben építkeztünk. Most az Andrássy útra gondol? Igen. Az internethez sok minden tartozik, ugye nekünk saját szervertermünk van, saját pénzügyi rendszerünk, ami például nagyon fontos, hogy nekünk nagyon komoly kreditkártya rendszerünk van, tehát a világon bárhol bárki kreditkártyával szeretne fizetni, ugye mi nekünk erre saját kidolgozott rendszerünk van. Olyan, mint a Visa, vagy a Mastercard, vagy ilyesmi? Hát a Visa Mastercard kártyákkal lehet fizetni egy rendszeren, a PayPal talán jobban ismerik az emberek, igen. Nem pont olyan, de ehhez hasonló rendszer. Ez is egy saját találmány voltaképpen? Ez egy saját fejlesztés. Saját találmányunk így nincs, én mindig is próbáltam azt mondani a munkatársainknak, hogy előbb googlizzuk ki a problémát, mert nagy valószínűséggel van rá megoldás, mielőtt nekiállunk föltalálni valamit. Ettől függetlenül nyilván rengeteg részlet van, amit mi találtunk ki. Ez a pénzügyi tranzakciós rendszer is, ezek létező dolgok. Mi azt gondolom, hogy a mi rendszerünk miatt sokkal profibbá tettük. Nálunk nagyon sok a csaló. Nagyon sokan próbálnak lopott hitelkártyával így úgy amúgy csalni, és emiatt nálunk például nagyon jó a szűrési rendszer. Mivel foglalkoznak még? Most nagyon átrendeztük a céget, úgyhogy egyrészt mondhattam volna azt, hogy mivel foglalkoztunk még. Ugye a játékfejlesztés az, amivel nagyon nagy erőkkel elindultunk, le is fejlesztettünk egy pár játékot. Azok nem érték el pont azt a sikert, amit vártunk, ezért most átstruktúrálódott más cégekben. Sikert kifejezetten pénzügyileg méri? Nem, engem a látogatók. Tehát elsősorban az érdekel, hogy tetszen az embereknek. Az, hogy most valamit csinál 100 millió forintot, de senkinek nem tetszik, ez egy nagyon remek dolog, de engem nem érdekel. Nagyon sok üzleti ajánlattal kerestek meg, hogy csináljuk ezt meg ezt. Mondom, oké, de ez a pénzen kívül mit csinál? Hát mindig keresi mögötte mondjuk az eszmét, a filozófiát, hogy valami többletet is adjon, mint pusztán pénzt? Igen. Van bármikor is kétsége önmaga, illetve önmaga döntéseivel kapcsolatban? Persze. Remélem, munkatársaim ezt most nem fogják nézni. Igen, folyamatosan. Fogják nézni, hiszen először szólal meg a főnök nagy nyilvánosság előtt. Nyilván, tehát azért is mondtam ezt így, hogy egy vezetőnek akkor is tudnia kell az utat, amikor nem tudja. Tehát meg kell tudni mondani, hogy arra megyünk, fogalmam sincs, hogy merre. De honnan valamit tudja, ki kell hogy milyen egy jó ellen. Vezető, vagy milyen egy mások által is preferált vezető? Nagyon sok egyéb személyiségfejlesztő tréningre jártam, onnan, amiket az ember felszedett magára, összeszedett. Volt személyes coachom, személyes egyéb tréning, tehát Magyarországon lévő trénercégek
tréningeztek, ahol nagyon sokszor elmondták, milyen egy jó vezető, és nagyon hosszú listát írtak rólam, hogy mind kell változtatnom, hogy jó vezető legyen. Arra szokott néha gondolni, hogy mennyi belőlem még az eredeti, az originális, és mennyi már, amit ezek a tanácsadók raktak belém? Hogy milyen ennek a kettőnek az aránya? Ha azt mondom, hogy 5 évvel ezelőtti Gattyán György, az már nem igazából létezik. Teljesen más. De ez nem csak a tanácsadók miatt van, hanem ugye a saját magam által generált változások miatt. Nem tudnék százalékot mondani, most 10%, 20%. Nem, hát nagyjából ebből értem. Szóval visszatérve az egyik gazdasági lap cikkére, amikor önről írt, munkatársainál, ismerőseinél tudakozódott, és azt mondja, hogy mindenki úgy beszélt önről, mint aki a korrektség, a szavahihetőség, a megbízhatóság mintaképe, bőkezű és nagyvonalú már-már, mint egy szent ember. Én meg erre azt gondolom, hogy ilyen ember természetesen nincsen. Tud ön zord lenni, elutasító és nagyon határozottan mindenkivel szembeszálló? Mert a személyisége itt, ahogy föltárul előttem, egy szelíd, békés, már-már tulajdonképpen korát meghazudtoló, olyan, mintha egy 70 éves, a lenyugvó szakaszban lévő embert látnék. Ha minél közelebb áll hozzám valaki, annál jobban látja, hogy azért én elég zord tudok lenni és lobbanékony. Minél közelebb áll hozzám valaki, annál jobban szeretnék átadni esetleg mindent, tudást vagy tapasztalatot, amire én szert tettem. Tehát sokkal szigorúbb vagyok a hozzám közelebb álló emberekhez. Míg akik távolabb állnak, velük még esetleg akkor is mosolygok, hogyha abban a helyzetben én nagyon erősen más csinálnék, hiszen nem célom minden embert megváltoztatni. A közelmúltban megnyílt Andrássy úti palota, luxus áruház mondjuk egyszerűbben, az egy szimpla tőkebefektetés, tehát egy a sok közül, vagy pedig egy jó ötletnek tűnt, amit ön kitalált, hozzá megkereste megint a megfelelő szakembert, és aztán létrehozta. Mert, hogy mondjam, épeszű ember nem tudja könnyen elfogadni, hogy Magyarországon ebben a gazdasági környezetben valaki 5 milliárd forintot, és akkor tudom, hogy a kötelező minimumot mondtam, ennél csak többbe került, létrehoz egy ilyen luxus palotát, ahol tényleg szemszáj eláll, és nem tudja az ember pontosan, én másfél órát öltöttem benne, de szédülve jöttem ki, és ez az igényességnek, a pompának, a luxusnak, az áraknak, szóval sok mindennek szólt. Szóval hogy ez az ön fejéből kipattan, már azt értem önmagában véve, hogy ahonnan ön jön, onnan hogy fogalmazódik meg, az igényességnek ez a foka, de hogy miért éppen, ha már ennyire igényes, miért éppen a ruhaiparba, vagy a luxusiparba öli ezt a szenvedélyt, pénzt és így tovább? Engem mindig is érdekelt, hogy valami szépen nézzen ki. Ez mindegy, hogy egy ház, egy autó, vagy egy ember. Ugye egy ember szépen néz ki, mert mondjuk, ha egy hölgy ki van sminkelve, meg van csinálva a haja, de ugye része az, hogy szépen fel legyen öltözve, és a szépség nem abból áll, hogy most egy ruha 100.000 forint, vagy 10.000 forint, hanem abból, hogy van stílusa, össze van rakva benne valamilyen történet, amit ha valakire ránézek, akkor ez megfogalmazódik esetleg bennem is. Tehát ez mindig is érdekelt. És amikor jött egy lehetőség, megismerkedtem Magyari Tamással, akkor mindkettőnkben megfogalmazódott, hogy érdemes ezzel foglalkozni, nem az lényeg, hogy ez csak Magyarországnak szól, hanem igazából magunknak. Csináljunk egy olyan helyet, ahol mi magunk jól érezhetjük magunkat, ha valaki bejön az áruházunkba, és velünk együtt jól akarja magát érezni, akkor erre van egy keret. Hát de valaki oda nem tud bemenni, tehát akárki nem tud oda bemenni. Bemenni bárki be tud. Legsebb, mint egy múzeumban szétnéz. Nagyon igyekeztünk úgy összeválogatni a ruha kollekciónkat is, hogy mondjuk egy mai plázának a felső kategóriás áru ruháit, azt nálunk is meg lehet venni. Nyilván nálunk ezek az alsóbb árkategóriák. Tehát nekünk elsősorban fontos, hogy mindenki bátran jöjjön be, és nézzen körül, és lehet, hogy 20-30 ezer forintért ugyanúgy talál magának valami. Önnek fontos egyébként, hogy például önön maga hogy néz ki? Tehát ad nagyon arra, hogy milyen minőségűinkben, milyen minőségű zakóban vagy öltönyben, hogy a díszsebkendője így legyen kiemelve ebben a magasságban, és ne pedig lejjebb. Szóval ezeket mind kitalálja ön, vagy segítsen? Nem, a díszsebkendőm az a Magyari Tamásnak. Magyari Tamás, ő volt tulajdonképpen itt a magyar luxusiparban, a neve jól forog, de hogyan került Gattyán György közelébe? Öltönyt szerettem volna csináltatni, és hát gondoltam, megengedem magamnak azt a luxust, hogy varratok ugye öltönyt, és Magyari Tamás... De már volt pénze. Igen. És Magyari Tamás fölajánlotta, hogy ki jön hozzánk házhoz. Levette a méreteket, kiválasztottuk az anyagokat, és mondta, hogy az öltöny, nem tudom, 3-4 hét múlva megérkezik. És mondom, fizetni mikor kell? Fizetni nem kell. Próbáljam föl az öltönyt. Ha tetszik, majd megveszem. Ha nem tetszik, nincs gond.
Tetszett magának? Hát én azt gondolom, hogy ha valakivel elkezdem az divat üzletet, ez Magyari Tamás és senki más. Aha. Na de hogy jött ebből a luxusáruház, ebből a nagyvonalú ajánlatból? Hát ez egy jó pár év, talán 3-4 évnyi közös munka, talán kissé barátsággal szövődött kapcsolat. Utána elkezdtünk gondolkodni, hogy mit csináljunk, vigyünk-e egy üzletet, tehát valamelyik márkának vigyük-e a magyarországi fő üzletét. Aztán rájöttünk, hogy azért mi vagyunk talán annyira hiúak, hogy mi saját valamit szeretnénk, egy saját brandet szeretnénk létrehozni, és akkor kitaláltuk, hogy erre a megoldás az, hogy csinálunk egy áruházat, ami önmagában egy saját brand, és ott persze áruhatjuk bármilyen cégnek a termékét. Ugye ön is hallotta már a városban, hogy néhányan úgy emlegetik, hogy valószínűleg ez a gatyán pénzmosásának az egyik letéteménye. Ez nagyon, nagyon érdekes dolog a pénzmosási kérdés. Tehát pénzt úgy lehet, gondolom, mosni, hogy befolyik valahogy a pénz feketén. Én arra vagyok szintén nagyon büszke, hogy mivel internetes cég vagyunk, én nagyon hamar kitiltottam amennyire lehetett a készpénzt a cég ügyviteléből. Ezért... Félő volt, hogy visszaélnek vele? Nem, hát az olyan elegáns, hogy nem kell készpénzezni. El tudom, csak a számla bővül, a nullák az adott számjegy mögött, igen. Ugye? Szóval... Nekünk az a nagy szentség, hogy elég jól átlátható a cégünk, tehát ezért nem is jutna eszembe, hogy ennek köze lehet a pénzmosáshoz. Nem tudom, gondolom, akkor lehet, hogy valami más üzletet kéne csinálni, ez pénzmosásnak drága szerintem. Önt a pénz mennyire változtatta meg, kifejezetten a pénz? Megváltoztatott. Nagyon. Mit enged meg magának, mi a legnagyobb luxus, ami a gyerek vagy a tinédzser fejével, hogyha arra gondol, hogy hol tartott az élete, és ma alig 40 évesen hol tart az élete, akkor mi a legnagyobb luxus az életében? Egy híres embernek láttam a nyilatkozatát, divattervező, és őt is kérdezték, hogy mi a legnagyobb luxus az életében. És engem nagyon megtetszett a gondolat, amit ő mondott. Azt mondta, hogy zsebretett kézzel utazni. Azaz, hogy nem visz soha sehová csomagot, hanem ott vásárol, ahová éppen érkezik? Nem. Ez azt jelenti? Jön velem a csomag, de nem én viszem. Ah, vagy úgy. Hát akkor tudok egy jobbat. Soros György például mindig úgy utazik, hogy amelyik városban éppen van, ott leküldi, hírek szerint, leküldi az adott személyzetet, tudják a méretét, és fölhozzák a ruhát, majd ott hagyja a fogason, és tovább utazik. Ez egy ilyen jobb, nem jön vele a csomag. Igen. De lehet, hogy Soros György még magánál is gazdagabb, ebből csak arra következtetek. Ezt akartam éppen mondani, hogy Soros György és én közöttem még jó pár lépcső van. Egyébként a gazdagság, a pénz, az önt saját belátása szerint kötelezi bármire is? Mindaz, ami mondjuk úgy nevezünk, hogy társadalmi támogatás, szolidaritás és így tovább. Én azt gondolom, az első és legfontosabb dolog, hogy a pénzt tudni kell használni. Ha a pénz áll a bankszámlának, azt gondolom, a bankok érdekein kívül semmi értelme nincsen. Ha a pénz forog a bankszámlán, ez jó a bankoknak, jó annak, ahova én ezt a pénzt befektettem, hiszen az, amit elindítok vele folyamatot, az a folyamat tovább működik. Tehát én azt gondolom, a legnagyobb felelőssége a gazdagoknak, hogy ne tartsák a pénzüket a párna alatt, vagy egy... Ön folyton befekteti a pénzét? Én folyton elköltöm a pénzemet. Hát de aztán elkölti, és aztán visszajön igen, azért használom, többszörösen, esetleg. Azért nem akarom annyira használni a befektetés szót, mert az ember a befektetésnél elsősorban azt vizsgálja, hogy mikor és hogyan térül meg. Én igyekszem nagyon hasznosan elkölteni a pénzemet úgy, hogy folyamatokat indítsak el, tehát valamilyen jövőbeni lehetőség legyen belőle. Ha abból jön vissza pénz, ez remek dolog. Ha nem, az sem olyan nagy probléma. Tud veszíteni is ezek szerint? Erre van egy külön sztori. Elmentünk Las Vegasba egy rendezvényre, talán 80-10 voltunk, és mindenkinek adtam $100, hogy játszon a rulett asztalnál körülöttem. És elkezdtek nyerni, voltak. Ezt hogy adja, bocsánat, ne felejtse szavát, hogy adja? Tehát ez ugye lehet kétféleképpen. Fiúk, itt van $100, mindenki játszó rulett asztalnál, vagy pedig mondjuk a titkárnővel egy borítékban küldi, mert azért hogy van ez? Ezt mentünk játszani, tehát nem konkrétan adtam. Na, de ez nem megalázó, hogy ott ül a kollégá, és akkor adok $100, hogy te játszál a rulett asztalnál? De nem, hát az volt a lényeg, hogy itt vagyunk, játszunk, hogy... Nem az a cél, hogy most a saját pénzét rizikoztassa egy olyan dologban, amit én, mint folyamatot végig akarok vinni. Tehát odaadtam mindenkinek ugye $100 zsetint, hogy játszunk együtt, én elmondom, hogy kell játszani. És mondtam, hogy játszatok, próbáljátok minél többet nyerni, ugye eddig nem volt bonyolult, elkezdtek nyerni. Majd eljött egy pillanat, amikor azt mondtam, hogy jó, most egy körön belül el kell veszteni az összes zsetont. Hú, hát mindenki ki volt.
Tehát, hogy már volt egy volt bizonyos valami, mennyiségű pénzük, igen, és maga azt mondta, hogy igen. Hát én mondtam, hogy kiszállok. Miért kötelező, amit maga mond, mert maga a főnök, maga adta a 100 dollárt? Itt kellett az, hogy én adtam a 100 dollárt, mert nem az a lényeg, hogy én 100 dollárt adjak, és az rosszul essen neki, vagy megalázó legyen, hanem kipróbáljunk valamit. Kipróbáljunk megtanulni veszteni. Elvesztettük az összes pénzt, mert ez volt a cél, és mindenkinek el kellett veszteni. Valakinek nem egy körből sikerült, de elvesztettük a pénzt. Majd mindenki kicsit szomorkásan ugye elindultunk a szoba felé. A legutolsó rulett asztalnál viszont azt mondtam, hogy mindenki, amennyi pénz van a zsebében, vegye elő saját pénzét most, dobjuk össze, és tegyük föl egyetlen egy helyre a rulett asztalnál. Összedobtuk a pénzt, valamilyen módszer alapján eldöntöttük, ugye, hogy mire tegyük föl, föltettük a pirosra. Azért elég komoly összeg összejött, mert oda jött az asztalfőnök is. És nyertünk. Tehát egész más élménnyel mentünk el. Megtanultunk veszteni. De mi lett volna, ha veszítenek? Az nem volt benne a tervbe. Na, hogy nem volt benne a maga tervébe, az egy dolog, de hát attól még, vagy mindig minden úgy alakul, hogy maga tervezi? Nem. Föl kell ismerni azt a helyzetet, amikor az ember olyan állapotban van, hogy nem tud hibázni. Föl kell ismerni ne azokat vicceljet. A... Van ilyen állapot, van. Amikor nem tudok van. Hibázni? Van. Hú, elmegyek erre a tanfolyamra. Ezt is ott tanulta? Hát én azt gondolom, hogy ezt minden ember saját maga megtapasztalta, hogy érzi, hogy ez most fog működni. Nem az, amikor előre eldönti, hanem amikor már benne van a folyamatban, tehát dobja, ugye mondjuk ebbe a csészébe, dobja bele a pénzt, és a dobás folyamatában érzi, hogy tökéletes a mozdulat, és tökéletes lesz a végeredmény. Nem tud hibázni. Hogy vannak magával a kollégái? Kedvelik inkább? Idéztem, hogy milyen nagyvonalak bőkezűnek tartják. Ez miért van így? Önöknél örökké ilyen vállalati rendezvények vannak, Halloween napi partik, megemlékeznek a szerelem napjáról, ugye? Igen. Tehát ezekre például ön kifejezetten, ezt is tanulta, vagy ezt hozza magával? Én nagyon sokat jártam Oroszországba, és ott bármilyen nagyon egyszerű eseményből olyan ünnepet csináltak az erdő közepén, ami nagyon megtetszett. Nagyon megtetszett az, hogy mindent megünnepelnek. És akkor én eldöntöttem, ha van rá módunk, ami van, a születésnapokat megünnepeljük a cégbe, olyan kereten belül, amilyen kereten belül tudjuk, de minden rendezvényt igyekszünk megünnepelni. De hát láttam képeket, rámentem a honlapra. Szóval egy Valentin nap az önöknél olyan, amilyen az országban sehol, tele léggömbbel, tortával, mindenféle, vagy a húsvét például. Hát nem tudom, nem azt mondom, hogy nyuszinak öltözött lányok, mert ilyet például nem láttam, kerestem, de nyulak, tojások, szóval olyan nagyvonalú, ez a gazdagságból ered, vagy pedig ez mind megint csak a filozófia része? Nem, ez játék. Játék? Játszani kell. Tehát, hogyha hát könnyű azért magának játszani. De, 120 mondom, milliárdra becsülik a vagyonát? Igen, 120 milliárdra. De mit milliárdra. Mondom, ezt az erdő közepén meg lehet csinálni egy darab répával. Nem ugyanaz azért. De pontosan ugyanaz. Pontosan? Mert ugye nem az a lényeg, hogy ajándékban mit adok, hanem az, hogy hogy adom át. Ha azt úgy adom át, akkor adhatok egy pohár vizet. De adhatok egy Ferrarit is úgy át, hogy megalázom. Tehát itt nem én a pénzt úgy használom, hogy a játékokat a lehető legjobban meg tudjam csinálni. De ha nincs pénz, akkor is játszunk. Soha senkit nem használ eszközként az életében? Eszközként, példaként biztos, hogy nagyon sok mindenkit használok. A lányaimat is használom, a családomat, a legközelebbi barátaimat. De ahogy elhangzott, nem rosszként, hanem lehet, hogy éppen rossz példaként kell megemlítenem valakit, de én azt gondolom, hogy ezek hasznosak, mert nagyon jól látható és érthető. Magamat is hogy használom. Igen, magamat is használom jó és rossz példaként. Miért ment el, vagy ez a hír legalábbis, a vállalkozásaival Magyarországról? Miért települ át Luxemburgba? Ennek tényleg köze van ahhoz, amit az újságok írnak, hogy az adóhatóság olyan módon inváziót rendez maga körül, hogy elege lett ebből? Mi a luxemburgi átállást jóval hamarabb elkezdtük, mielőtt ugye kivonult hozzánk az adóhatóság. Ez egy folyamat, sőt, igazából lassítottam a luxemburgi átállást, pont amiatt, hogy ne tűnjön annak, hogy most mi amiatt megyünk. De hát egy bizonyos szintig lehet valamit lassítani, és utána már eljön az idő, hogy Luxemburg adóparadicsom, tehát az ember arra gondol, formálogika szerint, hogy azért menteni akarja a pénzt. Ugye az embereknek vannak bizonyos országokról bizonyos képzeteik. Ha valaki Luxemburgban nyit egy céget, akkor ugyanúgy 29%-os a társasági adó, vagy e körül van, tehát 30 és 25% között, ami nem nevezhető adóparadicsomnak. Adózás szempontjából igazából ma Magyarország az egyik legjobb ország. Tehát nem elsősorban ez a... Akkor miért megy el, ha itt a legjobb az adózás? Ön nem Luxemburgban él, ön hol él egyébként?
Hát amennyire lehet Amerikában, ugye a gyermekeim nekem ott élnek. Most Amerika, ugye Luxemburg vagy Párizs, Budapest között ingázom. Uh-huh. Tehát visszatérve a cég kivonulására, én azt mondom, hogy nagyon nagy eredményt értünk el úgy, hogy Magyarországon műszakilag lefejlesztettünk nagyon sok dolgot, de ahhoz, hogy a világ szempontjából is érzékelhető legyen, amit mi csináltunk, ahhoz még Luxemburg is kevés, ahhoz Amerikába kell menni. És Amerikába... akkor mi nem odavitte a céget? Hát ezek fokozatok. Nem lehet rögtön? Muszáj ezt a fokozatot bejárni? Nem, kell nyugat-európai központ, ez lesz Luxemburg. Kell kelet-európai központ, ez Budapest, és kell amerikai központ, ez most Los Angeles lesz, és utána meglátjuk, hogy hogyan tovább. Annyira biztonságban van már vagyonának egy része, hogyha sorozatosan veszítene, bármint tudja, ha benne van a lendületben, vagy tudjuk, megtanultuk, akkor csak győzni lehet, de ha mégsem így lenne, elveszíthetné akár az egészet? Bárki elveszíthet bármit, de nekem van BCD tervem. Tehát, hogyha most innen kisétálok, és még a zakót is le kell adnom, én akkor is pár év múlva nyilván nem ezt a szintet, de összeraknám magamnak azt, hogy bőven meg tudjak élni. Arra még adjon választ, hogy legyen kedves, hogy ott kicsit kisiklott a beszélgetés, vagy más irányt vett, hogy milyen társadalmi célokat támogat. Egyáltalán, ha maga támogat, akkor akik az adományt kapják, azok nyilvánosan vállalják, vagy inkább pont azért, mert társítják itt a pornóiparral, esetleg próbálják eltitkolni. Nem tudom, Melinda Gates és Bill Gatesnek az esetét tudja, ők oly módon támogatnak dollármilliárdokkal nagyon jó célokat, hogy úgy kezdődött a dolog, hogy minden hónapban 10 gazdag embernek vacsorát adtak. Ismeri a történetet? És a 10 gazdag ember, akkor örülök, hogy én is tudok valamit mondani, a 10 gazdag embernek elmondták, hogy nem azt, hogy adjatok, hanem hogy miért jó adni. Hogy miért adták oda a vagyonuk felét például az afrikai éhezők, illetve leginkább betegek megsegítésére egy olyan gyógyszert és injekciót próbálnak kifejleszteni, amellyel malária és a legtöbb afrikai betegség megelőzhető lesz. És ott a többi gazdag ember meghallgatta, és az a tapasztalat, hogy először csak egy jelentkezett náluk, hogy ő is felajánlja a vagyona felét, dollármilliárdokról beszélünk. Aztán a következő vacsán már 3. És végül a 10-ből mind a 10, és így jött össze egy iszonyú mennyiségű nagyságrend. Ez nekem nagyon tetszett, mert nem arról szólt a dolog, hogy adjatok pénzt, mert ez a legkönnyebb. Magát gyakran keresik meg ezzel, hogy adjál pénzt? Igen. Gyuri, nagyon. Hogy tudja, mi a fal, ami mögé elbújik, mert hát nyilván a nyomást vagy a kérést egy idő után nem bírja az ember. Elég komoly stáb van a cégnél, aki ezzel foglalkozik. Igyekszünk megnézni a támogatásokat. Általában nem egyedi magánszemélyeket nem tudunk támogatni, hanem olyan dolgot támogatunk, ami valamilyen csoportot céloz meg, vagy valamilyen jövőbeni perspektívája van. Viszont annyian kerestek meg, hogy valóban most már nagyon erősen limitálnunk kell, hogy kit és mit tudunk támogatni. Hol fog 10 év múlva tartani? Remélem ugyanit tenni az asztalnál önne. Ja, hát ha ezt, hogy mondjam, felszólításnak vehetem, akkor fogok élni vele, ha én még élek, akkor maga még fiatal ember, tehát maga előtt még sok perspektíva van. Jó volt, hogy kicsit betekinthettük, köszönöm szépen, hogy engedte, hogy így élve boncoljam, hát ennyi túlzás persze, de azért mégiscsak. És akkor találkozzunk, hát azért hamarabb is, mint 10 év múlva, de 10 év múlva feltétlenül. Köszönöm szépen. Kedves nézők, ma este Gattyán György volt a vendégünk, aki Magyarország 3. leggazdagabb embere, legalábbis a statisztikák szerint.